Az utóbbi napokban attól volt hangos az internet, hogy a rendőrség május 1-től nem alkalmazza a mérési hibahatárt, ezért a legkisebb túllépésért is büntethetnek. Tök jogosan merül fel a kérdés, hogy akkor most rettegni kell? Nem, de hogy kell rettegni? Bár egy picit azért mégis. Viszont mielőtt mindenki elkezd veszettül satúzni a védakapuk előtt, meg 40-nel átvánszorogni alatta, azért érdemes tisztába tenni, hogy miről is van szó. Ezért csináljuk ezt a kis képbehelyező videót, és kezdésnek most megyek három különböző életkorú, egy modern, egy öregebb és egy kifejezetten régi autóval egy próbakört, és megnézzük, hogy a GPS-hez képest mennyiben változik, mennyiben tér el a való sebesség attól, amit az autónak az óracsoportja mutat. Szerencsére pont van nem egy Hyundai Ioniq 5, az a jópofa túldizájnolt iPhone-ra emlékeztető villanyautó. Felgyorsítok vele 50-re, márhogy a műszere szerint 50-re, és megnézem, hogy GPS szerint akkor mennyivel megyek. 50 km/h-nál mutat 46-ot, ami hát mondjuk 4 km/h tévedés, nincs ebben semmi meglepő, a legtöbb autó az többet mutat. Következő autónk egy 2019-es Volkswagen Crafter, ez ugye a nagy céges busz, amit most föl is hajszolok hajmeresztő 50-es tempóra, és bájos segítőm Dani a jobb egyen megmondja, hogy hopp, várj, most még digitális műszer szerint 50-et? 48. Következő autónk egy Volkswagen Transporter 2002-ből, tehát már több mint 20 éves. És most ezt is belerúgjuk a hajmeresztő 50-be itt a hátsó egyenesben, óra szerint természetesen. Most értem el az 50-et, 50. 46. Tökéletes, köszönöm szépen. 46 km/h 50-nél, ami hát megegyezik a 2022-es Hyundai Ioniq eltérésével. Ugye egy sebességmérő rengetegféle ponton bukhat, tehát hogyha kereket cserélünk, ha megváltozik a keréknyomás, ha kopik a kerék, már attól ugye csökken az átmérője. Nagyon-nagyon sok tényező befolyásolja. Más értéket mutat gyorsításnál, más lassításnál, ami mind abból eredeztethető, hogy itt nem a jármű mozgási tempóját figyeli, mint egy GPS, hanem ismeri a kerék átmérőt és a kerék fordulatából számolja ki nekünk az autó. Most nyilván, hogy ez egy számítógépen keresztül történik, vagy egy spirállal, egy áttételen keresztül, alapesetben mindegy, de kimondhatjuk, hogy a hagyományos autós mérés, ami a mechanikai adatokból számít, az mindenképpen valamiféle eltérést fog megadni. Az valószínűleg sokaknak enélkül, a kis kísérlet nélkül is nyilvánvaló volt, hogy a legtöbb autó egész egyszerűen fölé méri a tempót. Erre azért van szükség, hogyha mi óra szerint 50-nel megyünk, akkor garantáltan nem érjenek be, még az igazán szigorú műszerek sem. Ez 100-as tempó alatt ilyen 5-6-7 km/h lehet, 100-as tempó fölött találkoztam már 8-10 km/h-val is, és egyszer egy Lada Granta tesztautó az tudta azt, hogy amikor 50-et mutatott az óra, akkor a GPS szerint is 50-nel ment. Na de, a lényeg. Elmondható, hogy ha óra szerint állítjuk be a sebességünket, akkor garantáltan nem fogunk belecsúszni semmiféle büntethető tartományba. Alapvetően kétféleképpen büntethetnek meg sebesség túllépésért. Az egyik az az üzemben tartói felelősség. Ezt főszabály szerint a VEDA ellenőrzi, fix és mobil kamerák. Itt megmarad a 100 alatt 15, 100 felett 20 km/h tolerancia sáv, amikortól az üzemben tartót, hangsúlyozom, az üzemben tartót büntetik. Például, hogyha lakott területen 50 helyett 64-jel mész, akkor még nem fog elkattanni a VEDA. Viszont, hogyha ennél többel, mert még ugye van egy 3-4 kilométeres pontosságból fakadó ráhagyás is, tehát ha mondjuk 50-re 69-et mész, akkor viszont a szombathelyi közigazgatási hatóság küldeni fogja a 30 ezeres csekket. Ellenben, hogyha te mondjuk ugyanez a szakaszon 50 helyett mondjuk 53-54 km/h-val mész, és a rendőrség megállít, akkor ő már büntethet. És a feltételes módon van a hangsúly, mert ilyenkor a rendőr mérlegelhet. Tehát figyelmeztetésben részesít, helyszíni bírságot szab ki, vagy szabálysértési feljelentést tesz, itt a játék nagyjából 150 ezer forintig megy. Tehát, hogyha a pályán mondjuk mész 145-tel és átmész a VEDA alatt, és nem állít meg senki, az égvilágon semmi nem történik. Ellenben, hogyha te 145-tel átmész ugyanaz alatt a VEDA alatt, és a rendőr megállít, akkor a rendőr dönti el, hogy megbüntet-e, és hogy hogyan. Tehát nem az eszközön múlik, hanem azon, hogy megállítanak-e. És természetesen nem akarunk senkit gyorshajtásra buzdítani. Tehát azért van 50, azért van 90, azért van 130, mert nálunk feltehetőleg okosabb emberek azt találták ki, hogy az ott biztonságos.
Csak azt akarjuk mondani, hogy nem kell rettegni továbbra sem a Védától, hogyha 50-es tábla van, menjetek át alatta 50-nel, nem kell 40-re lassítani azért, hogy ne büntessenek meg. Viszont van itt egy kisebben egyáltalán nem elhanyagolható probléma, amit dr. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász vedett fel nekem a kérdés kapcsán, ugye megkérdeztem egy szakembert is, hogy garantáltan tiszta legyen a kép, és ő azt mondta, hogy az egy kétségtelen tény, hogy a halálos balesetek legfőbb oka a sebesség túlépés. Az is tény, hogy amikor bevezették az objektív felelősség intézményét, onnantól kezdve, senki nem mondhatta úgy, hogy a rokon nevezett, szóval onnantól kezdve érezhető volt a statisztikai javulás. Viszont az objektív felelősség az kivételes esetekben alkalmazható a jogban, ez például lehet a közlekedés biztonsághoz és ezen keresztül az élethez való jog. De, és ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos de, a mérőműszerek, és nem csak a sebességmérők, hanem mondjuk légalkoholszondák is, hitelesítését vagy hitelességét szándékosan összekeverni a hibahatárral vagy a mérési bizonytalansággal, az minden jogállami alapelvet nélkülöz. Tehát itt azt mondhatjuk, hogy a rendőrség egész egyszerűen úgy döntött, hogy nem veszi figyelembe a mérési hibahatárt. Tehát, hogy a műszernek nincs bizonytalansága, az egy fizikai képtelenség. Ilyen nincs. A baleseti statisztikák romlása vagy javulása ezen egész egyszerűen nem múlik. Ez egy teljes félreértés, a természettudományos ismeretek figyelmen kívül hagyása. Mellesleg a római jog óta érvényesül a dubio pro reo elve, vagyis a kétséget kizáróan nem bizonyított tényt, az nem értékelhető a terhelt tervére. Vagyis, hogyha valamit nem lehet 100%-os bizonyossággal állítani, akkor azzal nem vádolhatunk meg valakit. Na most, május 1-től a rendőrség elengedi a mérési bizonytalanságból fakadó eltérést. De ez a rendőrség, és nem a bíróság. Dr. Borbély Zoltán még azt is hozzátette, hogy amúgy az EU csatlakozásunknak feltétele volt a szabálysértések bírói felülvizsgálata. Azt mondta, hogy a magyar szabálysértési bíráskodás magas színvonalú, és remélhetőleg korrigálni fogja ezt a fajta önkényes jogalkalmazást. Most május 6-a van, szombat délután. Ezt a videót megcsináltuk azért, hogy egyértelmű legyen, hogy miről is van szó. Viszont hétfő reggel írni fogok az ORFK vonatkozó sajtóügyeletének, hogy mi a rendőrség álláspontja ezzel a hibahatár dologgal kapcsolatban, mert akkor lesz teljes a kép. És még egyszer mondom, senkit sem akarunk gyorshajtásra buzdítani, annyival kell menni, amennyi a táblán van, de érdemes odafigyelni arra, hogy a változás ettől függetlenül megtörtént. Ha megvan a válasz, innen folytatjuk.